A jegybank szerint jó esélye januárban túl voltunk az inflációs csúcson. Az MNB alelnöke szerint megállt az élelmiszerinfláció emelkedése is, a következő hónapokban pedig alacsonyabb lehet a pénzromlás mértéke. A napi.hu-nak adott optimista interjú a forintot is erősebbé tette. Napközben volt, hogy egy euróért 382 forintnál is kevesebbet kértek. A KSH múlt pénteken publikálta a friss inflációs adatot, amely szerint decemberben 25,7% volt a pénzromlás. Koti Zsolt a vendégem, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az interjúban, amelyet Virág Barnabás adott, úgy fogalmazott, hogy a prognosztizációnak, vagy az előzetes várakozásoknak megfelelően alakultak az inflációs számok, és ez a 25,7% is már ugye a várakozásnak megfelelően történt. Ha ez volt a csúcs, akkor miben lehet reménykedni? Mert azért ez még csak egy átlag infláció, de mondjuk az élelmiszerek esetében ez jóval magasabb mértékű, 44%-ot is elérték. Bizony, ez egy nagyon magas infláció, tehát azért azt szögezzük le, hogy az úgy fogalmazott talán elnök úr, hogy jó eséllyel elértük a tetőpontot, és a következő hónapokban itt a tetőpont környékén fog mozogni az infláció. Tehát egy kicsit aztán stagnál, épp hogy mérséklődik. Igen, igen, azért sok tényezőtől függ, hogy hogyan alakul tovább az infláció, mi lesz az ársapkák szerepe, vagy egyéb mondjuk üzemanyagárakban, mit látunk a nemzetközi piacokon, tehát jó sok olyan tényező van, ami befolyásolja, de azért azt látjuk, hogy fél évtől kezdve biztosan egy gyorsabb ütemű csökkenés fog bekövetkezni. Egyrészt a bázis hatások, tehát tavaly nagyon gyors volt a növekedés üteme, azért az élelmiszerárakban már azt láttuk, hogy a tetőponton túl vagyunk, ott már valamelyest ez a nagyon-nagyon magas ár növekedés csökkent, akkor nyilván, amit talán hosszabban is fogunk beszélni, az árfolyam szerepe, az azért az egy nagyon fontos dolog, és nagyon sokat erősödött a forint ez önmagában, mint ahogy tavaly ez inkább az infláció emelkedésének nyárába hatott, most ez a pont ellentétes irányú. Azért a nemzetközi folyamatok azok megint csak minket támogatnak, tehát Európában már picit korábban megtörtént ez a fordulat. Október-november óta már sok országban csökkenő pályán van az infláció, így az importált inflációnk is kevesebb lett, és az a nyersanyagárban is nagyon tisztán látszik, gázárban például, hogy mennyire markánsan csökkent ahhoz képest, mint mit láttunk tavaly év közepén. Kritikák abban is megmutatkoznak, miszerint másik országokban, más európai országokban már megkezdődött az infláció csökkenése, akár múlt hónapban, akár már novemberben. Nálunk ez nem történt meg, hanem hónapról hónapra, de magasabb inflációs rátát hoznak ki. Ezt szerintem nem feltétlenül kell most ilyen nagyon hónapról hónapról összehasonlítani, más volt a lefutás. Hogyha visszaemlékszünk az év elejére, azért ott például a balti ország már 20% fölötti inflációkat láttunk nagyon korán a tavalyi év első felében, és azért a cseheknél, a lengyeleknél ideig jóval magasabb volt az árdinamika. És akkor most nálunk, amikor gyakorlatilag a benzinársapkák kivezetése kapcsán volt egy addicionális megugrás, egy további megugrás az inflációban, nyilván ezekben az országokban már nem történt meg, mert ott nem voltak ilyen intézkedések. Akkor az élelmiszer ástopnál is ez várható, mint a benzin ástop kivezetésekor? Az élelmiszer ástopnál azt gondoljuk, hogy lesz még egy addicionális inflációs hatása. Kérdés, hogy mekkora, mert ugye azt azért elmondtuk, hogy az élelmiszer ástopnak volt inflációnövelő hatása. Most ez párhuzamosan, szimmetrikusan többi élelmiszerekben, hogy lesz-e valami visszarendeződés az árakban, ez egy érdekes kérdés lesz. A kereskedők nem mindig szoktak az irányba mozogni, de azért nagyon remélünk, hogy lesz valami átcsökkentő hatása. Hát ebből kifolyólag a kereskedelmi szektort tudják-e valamilyen eszközzel arra kényszeríteni, hogy az infláció csökkenését is beépítsék az árakba, ne csak az emelkedését, illetve hogyha az árstopos termékeket kivezetik, ugye eddig azt hallottuk, hogy a helyettesítő termékeknek az árát megemelték, tehát lesz-e valami rendeződés, az van eszköze ennek ehhez a jegybanknak? Szerintem kettő eszköz van, az egyik inkább a mi kezükben, a másik meg gazdasági versenyhivatal kezében, aki tudja vizsgálni ezt a folyamatot, ez az ő dolguk, és nagyon helyesen ennek neki is álltak, de a másik oldalról nyilván a jegybanknak a szigorítása az arról szól, hogy itt azért összességében egy olyan kereseti környezet alakult ki, ami egy szigorú feltételt szab már az áralakulásban. Tehát most már mindenki, hogy alelnök után fogalmazott, kétszer meggondolja, mit fog vásárolni. Egy ilyen környezetben azért kialakul egy nagyobb verseny, és aki meg tudja tenni, hogy ára csökkent, mert ma hatékonyabb, versenyképesebb, annak bele kell majd mennie, mert nem csak arra kereset egész egyszerűen gazdaságban.
Az Európai Bizottságnak jelent meg egy előrejelzése, ebben Magyarországra vonatkozóan azt mondják, hogy ugye tavaly 15,3% volt az infláció, idén, tehát 2023-ra 16,4%-ot prognosztizálnak, jövőre pedig 4%-os lehet az infláció. Mit mond a jegybanknak az előrejelzése ehhez képest? Nagyjából hasonlót, mint a decemberi pályát, ugye ott is körülbelül hasonló sávot mondtunk, 15 és 19% között talán a sáv. A lefutása fontos szerintem ebben. Tehát az átlagos értéke az viszonylag magas lesz, de azért a második negyedében nagyon erőteljes dezinfláció lesz, és azt várjuk, hogy azért jó eséllyel, sőt nagy eséllyel évvégére egyszemegy inflációt látunk. Erről szó 24-es forecast és a bizottságnak, ami már bőven egyszemegyű, és a célhoz közeli inflációt mutat. Az emberek pénztárcája mikor érzi meg mindezt? Egyik oldalról sajnos már megérzi, tehát az infláción ezért kell nekünk küzdenünk, mert látjuk a... Az áremelkedést mindenki érzi, a csökkenést mikor fogják érezni? Hát, ugyanez a dinamika, tehát a jövő évben azért most látunk egy jobb bérnövekedést, ennek nyilván egyelőre az infláció jelentős részét megette, de azért ahogy esik be az infláció jövő évben, ez önmagában a kereseti tényezőkön keresztül pozitívan foghatni az emberek pénztárcájára is ilyen értelemben. Kamatdöntés, várható-e kamatcsökkentés? Kamatcsökkentés az alapkamattal kapcsolatban nagyon erőteljesen és nagyon egyértelműen fogalmazott azért alelnök úr, hogy ez még nincs napirenden. Tehát nekünk az inflációban látnunk kell azt a fordulatot, és nem egyszer, kétszer, hanem egy egyértelmű folyamatot kell látni. Tehát itt ilyen értelemben még bőven nem tudunk, nincs ebben még mozgás. De nagyon fontos az elsőleges célunk, ennek megfelelő az alapkamatban nincs csökkenés. A másik oldal ugye mi októberben, azt gondolom utol nagyon helyesen és egyértelműen minket igazolt az idő, egy felárat építettünk be a másik kamateszközünkbe, megemeltük 18%-ra az egyik a betéti eszközünket. Mit jelentett ez? Nagyon markáns árfolyam erősödés meg, amit talán nem hangsúlyoztunk akkor, de most már egyértelmű adataink vannak arra, hogy milyen sokat jelentett annak tekintetben, hogy visszaállítsa a forint eszközökkel szembeni bizalmat. Azóta kijött azért egy Q3-as megtakarítási adat, Q3-ban nem volt forint megtakarítás Magyarországon, csak devizában. Ez egy olyan öngerjesztő folyamat lett volna, amit meg kellett állítani. És most gyakorlatilag ennek az előnyét látjuk. Úgy fogalmaztuk meg ezzel kapcsolatban, hogy rendszerű kockázati javulás van az országban, akkor ez bekövetkezhet. Ezt nyilván ki kell várni, még ez bekövetkezik, de azért már látunk pozitív jeleket. A gyenge magyar fizetőeszköz kapcsán, ugye mindenki a forint árfolyamot nézi, euróhoz viszonyítva, meg a többi pénznemhez viszonyítva. Ugye láttunk mi már 410-420 forintért is eurót, most pedig 382-3 éppen ahogy mozog az árfolyam, de hogy hogyan lehet még erősebbé tenni a magyar fizetőeszközt ön szerint? Hát egyik oldalról ami fontos, hogy kockázati megítélésünk javuljon. Mit jelent ez? Európai Bizottsággal való megállapodás biztos, hogy erősíti az árfolyamot. Fizetési mérlegünk. Ebben ugye a gázárak és nyersanyagárak elpattanása után fizetési mérlegünk nagyon sokat romlott. Most pont ennek az ellentétjét fogjuk látni a következő hónapokban, várható, hogy sokat fogja múlni. Ez támogatja a forintot. Kamatkörnyezet. Hogyha alapvetően nemzetközi tényezők pozitívak és nyugtatóak, akkor önmagában ez is, ez a magas kamat, ez árfolyam erősítő hatása. Tehát az elég sok tényező szól már forint mellett összességében. Igazgató úr, köszönöm, hogy eljött hozzá. Én is nagyon szépen köszönöm.